Inkubátorház létrehozására írt alá együttműködési szerződést a megye és a város vezetője. Ugyanakkor az úgynevezett kiskerülőút megépítése is körvonalazódni látszik. Pozitív jelentést kapott a szenátusban a kiszolgáltatott energiafogyasztókról szóló törvénytervezet. Gyergyószent Miklóson a Fogarasi Mihály Műszaki Liceum végzősei kezdték meg a liceumi ballagások sorát. A hírcímek után jöjjenek a részletek. Köszöntöm a Fénypont nézőit! Inkubátorház létrehozására írt alá megállapodást ma délelőtt Csergő Tibor András, Gyergyószent Miklós polgármestere és Borbély Csaba Hargita megye tanácsának elnöke. Ugyanakkor a csütörtöki megyei tanácsülésen a testület több Gyergyószent Miklósi beruházásnak a támogatásáról is döntött. Rendkívüli online ülést tartott csütörtökön Hargita megye tanácsa, melyen több Gyergyószent Miklós és a gyergyószéki térséget érintő határozat tervezetről döntöttek. Borbély Csaba megyevezető a Gyergyószent Miklósi polgármesteri hivatalból kapcsolódott be a tanácsülésbe, és lehetőséget adott Csergő Tibor András polgármesternek is, hogy szóljon a várost érintő napirendi pontok részleteiről. A tanácsülést követően sajtótájékoztató keretében számoltak be a fejleményekről. Régi álmunk az, hogy a Gyergyószent Miklósi Gyergyómedencei fiatal, de nem csak fiatal vállalkozók számára egy működő inkubátorház elindításán dolgozzunk együtt a várossal. Mindeddig nem volt lehetséges, hisz a város korábban nem fogadott el erre vonatkozó határozatokat, illetve nem társult a megyei tanáccsal érdemlegesen. Most Csergő Tibor polgármester és csapatának a vezetésével erre sort tudott kerülni, és az az igazság, azt mondom a kedves tévénézőknek, hogy versenyt futunk az idővel, hisz ma van június 3-a, 14-én éjfélig kell feltöltsük azt az Európai Uniós pályázatot, amelynek keretében 3,5 millió leértékben hívunk le forrást, ebből 100 ezer lej lesz az ön része a megyének, 50 ezer lej a városnak, tehát a városnak 50 ezer lej is beruházásával úgymond lesz így egy 3,5 milliós inkubátorháza. A kreatív ipart, a kézművességet, a papír, a fa feldolgozásában elképzeléssel rendelkező cégeket kívánunk majd ezen keresztül segíteni, és ott van a székudvarhelyi jó példa, én bízom benne, hogy ez egy nagyon nagy lökést tud adni a kezdő vállalkozói szférának. Egy korábbi ugyancsak adósságunk és egyességünk volt, de nem volt megadva rá a lehetőség, hogy tudjunk érdemben lépni, mert ugyancsak a város nem adta át a területet. Az a kisterelő út, mi úgy nevezzük, hogy kisterelő út, amellyel a teherforgalmat a város központjából ki lehetne vinni, illetve a törvénytelenül Újfalu, Csomafalva, Alfalu és Szárhelyre átterelt teherforgalmat számára lehetne egy törvényes útszakaszt biztosítani. Ez a Gyergyószent Miklós Gyergyószárhegyi bejövetelétől a vasútállomás a Kossuth utcán keresztül lenne az első szakasz. Ezt indítjuk most ezt sürgősséggel, és bízom benne a második szakasz a tekerőpataki kijárás tekintetében. A város, ahogy egyességre jut, ahogy megfogalmaz az elképzeléseit, majd az is el tud indulni, de most indulunk ezzel az elsővel. A megyei költségvetési visszaosztásból kapott összegeket Gyergyószent Miklós olyan projekteknek a lebonyolítására, amiben ezeket az összegeket az önrészpótlására fordítanák, nyilatkozta Csergő Tibor András polgármester. Ma a megyei tanács elfogadta azt, hogy akkor 400 ezer lejje támogatja a város, tehát a városi költségvetést, amely gyakorlatilag tehát a kötelező önrészét jelenti annak a nagy projektnek, amit ugye az országos költségvetésből a kórház kapott, tehát a városi kórház, és annak a 10%-os önrészét mi is, mint önkormányzat hozzá kell rendeljünk, és ebbe segített ki most a megyei tanács. Tehát ugye az egy nagy projekt, tehát több mint 6 millió lejes közbeszerzés, és ahhoz, hogy ezek most tudjanak a közbeszerzési eljárások is gördülékenyen tovább menni, akkor most ezt az önrészt ugye így sikerült hozzárendelni. Persze ez nem a teljes összeg, hanem ez egy nagyobb része, a többit majd a helyi költségvetésből pótoljuk ki. Hasonló módon kaptunk egy támogatást, ami nem más, mint a Batthyány
liceumnak a, ugye a bentlakása, ami a Virágnegyedi bentlakásnak a felújításáról szól. Az egy uniós projekt, de ez az uniós projekthez is ugye kell a városnak az önrésze, és ezt az önrészt kértük be ebből a megyei leosztásból, és ugye oda is több mint egy 100 000 lennyi összekerült, és ugyanakkor pedig a megyei tanácsülés keretén belül elfogadták a megyei határozattal azt, hogy akkor partneri viszonyban elindítjuk azt az új terforgalmi útat, amelyről már többször beszéltünk, ugye ez a Szárhegyi bekötőút be az állomásig, illetve ennek majd egy másik ütemtervnek a folytatása lesz, amikor a város szélén valahogy kivezetjük a tekerőpatakon fele menő országútra vagy nemzeti útra. Itt most az a lényeg, hogy az első etapban, az első szakaszban tudjuk elindítani a munkát, hogy legalább akkor a Bölcseszk utcát és a Tűzoltók utcát tudjuk idézőjelbe tehermentesíteni, és akkor így az ipari zónába tudnánk beterelni a terforgalmat, és persze, hogyha majd megépülnek ugye a még folyamatban zajló utcák, tehát a régi terforgalmi utak, akkor ugye gyakorlatilag arra is ugye vissza kell álljon ahhoz, hogy a várost elhagyja a terforgalom. Na most gondolkozunk azon, hogy akkor hogyan lehetne egy picit enyhíteni, esetleg egyirányosítani, és más alternatívákat találni a közeljövőben, hogy tudjuk a város más pontjain kivezetni a teherforgalmat, hiszen emellett már elindult egy másik nagy projekt is, de ez a nagy projekt, ami ugye a városnak a körgyűrűjét jelenti, az szintén egy teljes körgyűrű, ami teljes mértékben kikerüli a várost, és ez nem lesz más, mint egy régi tervnek az újragondolása, és majd integrálni fogjuk abba a gyorsforgalmi útban, ami ugye most fölmerült elképzelésként, és most már egy projektként is megjelent, úgy a kormányzati szinten, mind a közlekedési minisztérium szintjén, ami ugye a székelyföldi gyorsforgalmi útnak a részévé válik. A körgyűrű megépítése egy hosszabb távú projekt lenne, addig is a város a megye vezetőségével közösen keresi a megoldást a teherforgalom gördülékenyebbé tételére, fogalmazott a polgármester. Hogy társulva a megyével, ugye a mai tanácsülés, megyei tanácsülés által is, fölvállalták azt, hogy a kétharmad egyarányban fölvállalják ennek a bekötő útnak, ennek a jelenlegi Szárhegyi Nemzeti Útról bejövő bekötő útnak a megépítését vagy finanszírozását. Tehát gyakorlatilag úgy érzem, hogy ez most már egy nagy előrelépés, úgyhogy most már elindul a munka, elindulnak a tanulmányok elkészítése, a hatástanulmányok, a licitek is, hiszem azt, hogy akkor legalább ez a közel 900 méteres szakasz, azt a jövő következő évben azon már elindulhatnak a kivitelezési munkálatok. A teherforgalmi út város által bemutatott jelenlegi elképzelései kapcsán az érintett utcák lakói petíciót nyújtottak be az önkormányzathoz. Ezzel kapcsolatosan a városvezető elmondta, hogy a lakókkal konzultálni fognak a kérdésben. Magyarország elismeri a Romániában kiállított oltási igazolást, amely felhasználható a Magyarországra történő karantén kötelezettség nélküli beutazáshoz és a szolgáltatások igénybevételéhez is, jelentette be Magyarország kolozsvári főkonzulátusa. Közölték, a határátlépésnél elegendő bemutatni az oltást követően kiadott kétnyelvű román-angol igazolást. A Magyarországon védettségi igazolásához kötött szolgáltatások, mint például strandok, színházak, szállodák, vendéglátóhelyek zárt helyiségeinek látogatása, igénybevétele ugyanezzel az igazolással lehetséges. Mindemellett továbbra is igényelhetnek magyar védettségi igazolványt azok a magyar állampolgárok, akik Romániában kapták meg a koronavírus elleni védőoltást, hangsúlyozzák. Emlékeztetnek, védettségi igazolvány igényelhető személyesen bármely magyarországi kormányablaknál, vagy online az elektronikus ügyfélkapun keresztül. Pozitív jelentést kapott a Szenátusban a kiszolgáltatott energiafogyasztókról szóló törvénytervezet a Gazdasági, Ipari és Szolgáltatási Bizottság, valamint az Energiaügyi, Energetikai Infrastruktúra és Ásványi Erőforrások Bizottság ülésén. A törvénytervezetről a Szenátus elsőházként, a képviselőház döntőházként szavaz. A tervezet az államelnöki kihirdetést követően 2022. szeptember 1-én léphet hatályba. Az energiaszegénység egy fontos társadalmi kihívás, hiszen közvetlen hatása van az egészségre, és szinte 54 millió embert érint az Európai Unióban.
A Nemzeti Statisztikai Hivatal tanulmánya értelmében Romániának több mint 20%-a energiaszegénységben él. Antal Lórántot, az RMDS Hargita megyei szenátorát, az Energiaügyi, Energetikai Infrastruktúra és Ásványi Erőforrások Bizottságának elnökét arról a törvénytervezetről kérdeztük, melynek célja, hogy segítse a vulnerábilis energiafogyasztók helyzetét. Az energiaszegénység alatt az szép, amikor adott lakótéren belül egy család, egy egyén nem engedheti meg magának, hogy a normális hőmérsékletre melegítse a lakóterét, vagy az is jelenti az energiaszegénységet, amikor a jövedelemnek 10-16%-a, a havi jövedelemnek 10-16%-át energia számlákra költik, és ez is az a, hogy mondjam, feltételrendszer, ami alapján például az Országos Statisztikai Hivatal meghatározta, hogy Romániában igen sokan vannak ebbe a helyzetbe, hogy a havi bevételüknek 10-16% között energiaszámlákra költik havonta. Éppen ezért a munkaügyi minisztérium is kezdeményezte ezt a törvényt, amivel a szenátusba jött be első házként, és a két szakbizottság, amit már mondtam, az energiaügyi és a gazdasági bizottságok szinte hónapon keresztül átrágtuk, hogy jobbítsuk ezt a törvényt. Két alap pillére van, anyagi, tehát pénzügyi és nem pénzügyi támogatásokba részesíti a kiszolgáltatott fogyasztókat. A pénzügyi részben azt kell látni, hogy az előző évekhez képest sikerült emelni ezeket az értékeket. Villamos áram esetében 500 lejről beszélünk, földgáz esetében 250 lejről beszélünk havonta, és amit a bizottságban sikerült elérni, hogy az előirányzott 80 lejt a tűzifára megemeltük 160 lejre. Komolyan kell vegyük ezt a törvényt, és amit talán még fontosnak tartok kiemelni, hogy sikerült azt elérni, hogy meghagyni azt a lehetőséget a helyi önkormányzatoknak, megyei tanácsoknak, hogy uniós, direkt uniós, a kormányzati, illetve Romániának szánt uniós forrásokból is speciális energiahatékonysági projektekre pályázzanak. Az energiahatékonysági projektek alatt értjük azokat, hogy például a lakóházakat, tömbházakat őszigeteljük, de nem csak, hanem akár a fűtés technológiáknak optimalizálása és adott esetben az energiafogyasztásnak a csökkentése, de nem szegénységi okokból, hanem azért, mert a lakhatási felületeken a szereket úgy alakítjuk ki, hogy csökkenteni tudjuk az energia elpazarlását. Ez a törvény nem csak fűtéspótlékról szól. Tehát a fűtéspótlék az egy egyszerűsített támogatási forma volt az önkormányzatok részéről a, hogy mondjam, vulnerábilis környezetben élők számára. Ennek a törvénynek pontosan az a lényeg, hogy kibővíti ezt a gondolkodásmódot, és egy integrált gondolkodás fele lépünk el, ami még egyszer nem csak arról szól, hogy adunk X lejt havonta fűtéspótlékra, és ezzel úgymond kipipáltuk ezt a feladatot, hanem nézzük azokat a lehetőséget, technikai megoldásokat, ami az energia hatékonyság szempontjából fontos, hogy azt a pénzt is, amit havonta akár kapnak, vagy technológiát bevezetésére előirányozunk, azok úgymond ne vesztenek el a semmit. A szenátor hozzátette, a jogszabály meghatározza az elektromos energia, földgáz és tűzifa fogyasztás referencia értékeit, és olyan intézkedéseket vezet be, amelyek megkönnyítik a kiszolgáltatott fogyasztó hozzáférését az energiaellátáshoz egy jobb életminőség érdekében. A Munkaügyi Minisztérium felmérése szerint több mint 400 ezer személyre nőhet a kedvezményezettek száma a törvény hatályba lépését követően. A törvénytervezetről a szenátus elsőházként, a képviselőház döntőházként szavaz. A tervezet az államelnöki kihirdetést követően 2022. szeptember 1-én léphet hatályba. Kelemen Hunor kormányfőhelyettes azt nyilatkozta az országos helyreállítási tervről, hogy az a jó útra fogja téríteni Romániát, közép és hosszú távon pedig egységesíteni fogja a társadalmat. Az RMDS elnöke meggyőződését fejezte ki, hogy sikerülni fog gyakorlatba ültetni az országos helyreállítási terv minden projektjét, és ezzel az ország jobbá, sikeresebbé válik.
A terv a legfontosabb ágazatokat öleli fel, az oktatást, a vasúti és közúti infrastruktúrát, az egészségügyet, a helyi közösségeket, a környezetvédelmet, többek között Románia erdősítése és a biológiai sokféleség védelme céljából 45 ezer hektár új erdő ültetését és 10 ezer hektárnyi terület újraerdősítését javasolják, valamint 250 természetvédelmi területet új és hatékony menedzsmenttel. A hulladék gazdálkodás terén több mint 300 radioaktivitás ellenőrző állomást, 240 zaj ellenőrző állomást és 15 újjáépített integrált hulladék gazdálkodási rendszert terveznek létrehozni. Egy különleges év után különleges évzáron vettek búcsút iskolájuktól a Fogarasi Mihály Műszaki Liceum végzősei. Hogy a szülők is részesei lehessenek a ballagási ünnepségnek, a megszokottól eltérően nem az iskola udvarán, hanem a Szent Miklós templomban tartották meg a búcsúztatót. Gyergyó Szent Miklóson a Fogarasi Mihály Műszaki Liceum végzősei kezdték meg a liceumi ballagások sorát. Járványhelyzetből kifolyólag nem szokványosra sikeredett a tanév, nem szokványos helyszínen is zárták. Az eddigi évektől eltérően nem az iskola udvaron került sor a diákok búcsúztatására. Hogy a szülők és hozzátartozók is jelen lehessenek az ünnepségen, a ballagási ceremónián, azt a Szent Miklós templomban tartották. Összesen 61 diák vett búcsút iskolájától szerdán, 9 a vallási szakról, 18 a mehatronika szakon, 20 az autószerelői szakon és 14 estit végzőnek szólalt megutoljára a csengő. Elsőként Gyergyó Szent Miklós polgármestere látta el útravalóval a 61 végzős fiatalt. Van egy jobb állítás, ami úgy szól, hogy egy remek tanár, hogy akár egy jó mester társaságában eltölt egy napot, többet él, mint ezer évi szorgalmas tanulás. Hát azt hiszem, hogy itt látható, és itt mondják ki, hogy mi a lényeg az iskolában. Az iskola sava borsa. Hogy lehet a tudás transfert elérni? Hogyan lehet azt, hogy a mester, a tanár, a pedagógus átad egy tudást és neve, és a tanítványokból pedig szintén majd mesterek lesznek, pedagógusok lesznek, teljes értékű felnőttek kívánnak. És ez másképp nem más, hogyha ki lehet ezt a szót mondani, csak is úgy lehet, azt mondjuk, hogy van együttlét. Az iskola az együttlét a helye. Az iskola az együttlét épülete. Akárcsak a templom. És ugye a vírusos időszakban ez az együttlét, ez nagyon hiányzott valamennyi számára, mert hiába, hogy a modern digitális világban a virtuális együttlét az, mintha kárpótolna, de soha nem fogja a valóságot kárpótolni. És azt hiszem, hogy ez a generáció kellett a leginkább elviselni ezt a lehetetlen helyzetet. És nektek végzősöknek továbbra is csak kitartást, és ebben a szempontból bátorságot kívánunk azért, hogy az elkövetkezendő években is, hogy már így megedződtetek az utóbbi egy évben, vagy akár másfél évben, hogy úgy kellett iskolába járni, hogy nem kellett iskolába járni, úgy lehetett szakmát tanulni, hogy interneten kellett követni, mert nem lehet egy billentyűzeten kézügyességet tanulni, vagy a polgármester tovább tanulásra, világotlátásra, tapasztalatszerzésre hívta a végzősöket, ugyanakkor kihangsúlyozta, hogy a város visszavárja őket. Az iskola igazgatója így szólt az ünneplő egybegyűltekhez. Ez az iskola egyik legnagyobb ünnepe, amelyen ti vagytok a főszereplők, tisztelt végzősök. Nektek gratulálunk ma. Mindenki különképpen éli át a búcsú pillanatát. Néhányan esetleg örülnek, hogy eljött a szabadság órája, de egy esetén a szomorúság is dominál. Hisz búcsú intetek mindennek, ami ismerős, már-már kényelmes is. Sajnos a felhőtlen boldog gyermekkorotok elmúlt, és elindultok saját tanulni. Végre megszabadulhattok minden kötöttségtől, felelésektől, dolgozatírásoktól, de ide kötnek az emlékek, a csinálatok.
közösség, a barátok és szerelmek. Higgyétek el, ezeket az éveket nem lehet kitörölni. Valamilyen nyomot vagy mindenkinek az életében. Nekünk, pedagógusoknak is. Nem fogunk, nem is akarunk elfelejteni titeket. Ahogy nektek is eszetekbe fog jutni egy-egy történet tanáraitokról, úgy mi is emlegetünk titeket kollégáinkkal. A ballagási ünnepségen a diákok is elköszöntek tanáraiktól, társaiktól, az iskolától. Hálószínűen állunk most mindent még alattért, melynek részesei lehetünk ebben a közösségben. Köszönjük itt most mindenkinek, akik igyekeztek az itt töltött időt megszépíteni, megélhetővé tenni. Köszönjük mindazoknak, akik akár csak egy pillanatra is meg voltak számunkra. Egy őszintén mosolyt, még inkább egy beszélgetést, szelíd útmutatást, támogatást adtak. De köszönjük a kemény kritikát, a fedést is. Itt, a liceum élet végén, felnőtt létünk küszöbén, azzal a bizonyossággal látjuk szétlottani a gyerekkori munkát, hogy csak az állhatatos, kitartó, folyamatos munka meghozza gyümölcsét. Így. Hát szívből remélem, hogy az eltelt évek során tanultunk saját hibáinkból, mások utazásaikból, vagy éppen csak a megszabott ismeretlenek bejöntéséből. Szívből kívánom, hogy megkapjunk mindannyian azt a kegyelmet, amelyen a valagás iskolakban túli létei egyre közelebb visznek bennünket magunkhoz és másokhoz is. És azt csak remélni tudom, hogy a nyom, amit mi hagyunk maguk után, legalább olyan emlékezetes lesz, mint amit mi kaptunk. A ballagások sorozata ma folytatódott a Batthyány Ignác Technikai Kollégium végzősei számára, déli 12 órakor szólalt meg utoljára az iskola csengője. Frissítette az 1997-ben elfogadott bölcsőde építési jogszabályt a fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért minisztériuma, közölte a tárca sajtóirodája. A közleményben Cseke Attila miniszter emlékeztetett, a lakások építésére vonatkozó rendelkezést legutóbb 2002-ben módosították, azóta nem változott az építkezések szabályozása. A tárcavezető elmondta, az elavult rendelkezések törlésére azért volt szükség, mert a 24 éve elfogadott szabályozás nem felel meg napjaink valóságának. Az új rendelkezések szerint 5-10 négyzetméter szabadtéri játszóterület jut minden gyermekre, a bölcsődében működtetett orvosi rendelőnek legalább 16 négyzetméternek kell lennie, illetve belterületen legalább 8 köbméternyi levegő kell, hogy jusson szobánként minden gyermekre. Az új rendelkezések a hivatalos közlönyben való megjelenésük után lépnek hatályba. A Maros megyei egészségügyi igazgatóság szakemberei szerint a megyében jónak mondható az oltakozási kedv és létezik kellő számú vakcina. A lakók immunizálására oltásmaratont is szerveztek, és azon is dolgoznak, hogy az elkövetkező 3-4 héten a megye községeibe oltókaraván jusson el. Maros megyébe az oltási kampány kezdete óta 203 ezer adag oltóanyag érkezett, ennek túlnyomó része több mint 166 ezer Pfizer vakcina, 22.500 AstraZeneca, 12.500 adag Moderna, de a Johnson & Johnson oltóanyagból is érkezett már több mint 4.000 adag a megyébe. Az egészségügyi igazgatóság szakemberei szerint Maros megyében jónak mondható az oltakozási kedv és létezik kellő számú vakcina. A megyébe 203 ezer dózis hozódott be a mai napig, ebből még beadásra vár egy 4 ezer dózis körül, a többit azt felvették az emberek. Hál' Istennek, hogy van oltóanyag bőven, nincs ebbe hiány, és bárki, aki oltóanyagot igényelhet, az megkaphatja. A Marosvásárhelyen nemrégen megszervezett oltási maraton után a megyében több településen szerveztek hasonló kampányokat. A cél az elkövetkező időszakban a vidéki lakosság immunizálása. Az oltásmaraton nagyon sikeres volt, több mint 7500 ember kapta meg a védőoltását, vette fel a védőoltását, sőt, mi több
Több maratont megszerveztünk azóta a megyébe, Segesváron volt egy oltási maraton, és nekifogtuk a vidéki településeket ilyen oltási karavánokkal mini maraton formájában oltani. Sikeres volt a Ballavásári oltási maraton, az Alsóbölkényi. Most ezen a hétvégén Dicsőszentmártonban lesz oltási maraton, és nagyon-nagyon azon dolgozunk, hogy az elkövetkezendő 3-4 hétbe a megye községeibe, településeibe eljusson a mini maraton és az oltó karaván. Maros megyében eddig több mint 83 ezer személy kapta meg valamelyik oltóanyag mindkét dózisát, 10 ezer közeli azok száma, akik az első oltást vették fel. A megyei egészségügyi igazgatóság felhívja a lakosság figyelmét, hogy az oltási kampányba immár a családorvosok is bekapcsolódtak, a házi orvosi rendelőkben is lehet jelentkezni a Johnson & Johnson vakcina beadására. Újabb szívátültetést végeztek a Marosvásárhelyi Szív-, Érrendszeri és Transplantációs Intézetben. A klinika vezetője kiemelte, hogy a jelenlegi terhelt járványügyi helyzetben nagy elégtétel látni, hogy egy maroknyi ember ilyen teljesítményekre is képes, akkor, amikor minden erőforrás a koronavírus járvány megfékezésére összpontosul. Újabb szívátültetést végeztek a Marosvásárhelyi Szív-Érrendszeri és Transplantációs Intézetben. Országos szinten az idei második szívtranszplantációs beavatkozást pénteken éjszaka hajtották végre. A szívsebészeti klinikát vezető Horáciu Szucsú szombaton ismertette a beavatkozás részleteit. Mint elmondta, az 5 órán át tartó műtéttel egy 60 éves botosáni férfi életét sikerült megmenteni, akinek az állapota azóta kielégítő. A beteg több mint 2 éve várólistán szerepel, életkora miatt a szívátültetés volt az egyetlen esély számára. A szívet egy 32 éves nő családja ajánlotta fel, miután a fiatal nő végzetes balesetet szenvedett. A szívsebész köszönetet mondott a felajánlásért a donor családjának, kihangsúlyozva, nagyon fontos lenne a társadalmi tájékozottság és nyitás ilyen irányba, hiszen sokkal több életet lehetne megmenteni, ha a szervdonáció irányába szemléletváltás történne. Mint elmondta, a várólistát csak tovább terhelte a járványhelyzet, időközben több szervátültetésre várakozó páciens is elhunyt. A most átültetett szívet elsőként egy 37 éves nőnek ajánlották volna fel, aki sajnos néhány hónappal ezelőtt hunyt el. Horáciu Szucsú hozzátette, egy hasonló műtéthez nagyon sok ember precízen összehangolt munkájára van szükség, a mostani csapatmunkát Radu Ballau szakorvos irányította. A szervet marosvásárhelyi orvosok szállították ide Aradról. A beavatkozás sikeréhez a Marosvásárhelyi mellett a Fundennyi Klinikai Intézet, illetve a Kolozsvári Egészségügyi Központ szakemberei is hozzájárultak. A klinika vezetője kiemelte, hogy a jelenlegi terhelt járványügyi helyzetben nagy elégtétel látni, hogy egy maroknyi ember ilyen teljesítményekre is képes akkor, amikor minden erőforrás a koronavírus járvány megfékezésére összpontosul. Horáciu Szucsú szerint az ország népességéhez mérten évente minimum 20 hasonló beavatkozást kellene végrehajtani Romániában. Ez volt már a híradó, megköszönöm nézőink figyelmét. A Fénytelevízió műsora a Hargita magazinnal folytatódik. Szép estét, viszontlátásra!